Akkor kedves vendégeink, a Szamária Legió Egyesület nevében nagyon nagy tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm kedves mindnyájukat, a sajtó megjelent képviselőit. Egy kivételes és a Szamária Legió történetében hát sohasem volt eseményre jöttünk ma itt össze. Arról van ugyanis szó, hogy egykori taktársunk, Somorácz Pál, a Kőszegen élő festőművész arra gondolatra jutott, hogy ezt a raktárat, amelyet a Szamária Legió Egyesület birtokol, saját elhatározásából, saját tervei alapján egy olyan képpel gazdagítja, amely hát a legió tevékenységével igen szorosan összefügg, és hát mi már persze ismerjük a képet, de a sajtó képviselői talán nem, és elmondhatom, azt hiszem mindannyiunk nevében, hogy nagy hálával és köszönettel tartozunk mindezért Somorácz Palinak, aki ugyan már nem igazi, vagy azt mondhatnám, hogy talán, de mégiscsak tagja maradt a legiónak, és időt, pénzt, fáradtságot nem kivélve megtervezte, kitalálta és elkészítette ezt a remek képet, amely, hát úgy érzem, hogy egy nagyon fontos és egy nagyon szép eleme lesz és marad ennek az épületnek, tehát ennek a raktárnak. Ezzel a gesztussal akkor most tulajdonképpen leleplezzük, hogy átadjuk nem csak a legiónak, átkerül a legió tulajdonába, hanem a nyilvánosság is természetesen, mert ez a raktár látogatható, már pedig látogatható, csak a széles nagy közönség is megismerkedhet ezzel a szerintem remek képpel. Még egyszer köszönöm, akkor indulhat az akció. Milites unos ordine, unos pergite. Ad dextram, ad sinistram. Pergite. Nagy-nagy lelkesedéssel álltam neki ennek az alkotásnak, immárom elkészült. Én szeretném megköszönni a nagy közönségektől, akik ebben támogattak, segítettek, hogy az alkotás létrejöjjön.